Folytatódott a márciusban elindult előadássorozat a Magyar Nyelv Múzeumában, amelyet azzal a céllal hívtak életre, hogy a diákok tananyagát kiegészítsék. Ma az Inczi Ferenc és a Szabad Könyvesség című előadást láthatták az érdeklődők. Ez az előadás remélhetőleg tisztázta azt, hogy a Szabad Könyvesség mit jelentett és mit jelent a különböző korszakokban, és Kazinczy Ferencet, mint szabad könyvest hogyan kell elképzelnünk. A mostani előadó Kiss Endre József sárospataki levéltárigazgató volt, aki Kazinczyról és a szabad kőművességről beszélt. A szabad kőművességet a fiatalok leginkább a mozivászonról ismerik tévesen, sőt sokak pejoratív tudattartalmakat rendelnek a maszonériához úgy, hogy csak felületes ismereteik vannak a társaságról, megpecsételve ezzel Kazinczy Ferencet is. Az ő keresztjén hitét sohasem érintette a szabad kőművesség, messze menően elhatárolódott ennek a szabad kőművességnek a sötét irányzataitól, és rendkívül őszintén és hitelesen szolgálta, mint református főgondnok az egyházközségét annak idején, és óva is intette például némely barátait attól, hogy a szabad kőművesség árnyoldalaival megismerkedjenek. A rendezvényre látogatók választ kaphattak arra, hogy vajon hibázott-e a nagy nyelvújító, amikor belépett a rendbe, vagy a szabad kőművességet csak eszköznek tekintette művelődési missziójához. Az eseménysorozat májusban folytatódik a Kazinczy korában divatos táncokkal.